Vince. Viszont, hát... Sajnos már nekifutásnál lehetett látni, hogy ez fölé is megy, meg mellé kanyarodik. Most aztán megnézhetjük, hogy milyen az ír harci szellem, mert ezek a fiúk foggal, körömmel fognak küzdeni. Az biztos. Nem, mintha eddig nem azt tették volna. Negrau próbálkozik. Még mindig itt a labda. Negrau szerzi vissza. Pisontot lökik keményen. Marozsán, Negrau fordul be, jól továbbít. Egyelőre Kovács Ervinig jut. Bérci. És ott van Bérci, és ott a szöglet. Meki szögletre. Kell a kana. Vince hosszan. Kirugás. Egyetlen kontratámadás, de az sem kellett volna, hogy bemenjen, mondom, ez a könnyelmű hátrahúzogatós. De azt a labdát lehetett volna venni, nem volt szorongatott helyzetben a védő. És aztán lehet kapaszkodni. McNulty. Nem lehet visszarántani sem. Csepregi. Lókai. Bérci. Nehezen jön át a labda, hagyják is betömörülni őket, be is tömörülnek rendesen, a gólszerző rúgja ki. Henrehen, Csábi, na most kinek adjam? Kovács Ervin, vissza. A gondolat is hiányzott most a játékból, az elgondolás, Csepregi. Nézzük tovább, talán valami mégiscsak. Vince, Vince, mögé pattan perdült a labda. Ilyenkor már a Görcs is békjózza, az akarás görcse a játékos sokszor. Henrehen. Csehi veheti le, McNulty, már sejtettem, erre vigye el. És a fehérek dobnak. Grandi teszi tovább, McNulty, de hogy elhúzta. Szöglet. Perc, sőt most már a 34. kezdő. 1-0 a Dundalk javára. Most kéne megindulni, honvédesek. Negrau. Honvéd dobás. Bérci. Negrau. Csehi. Nem volt benn. Egyébként is szabad rugást ítélt a játékvezető. Kapus támadásáért. Ezért. Kovács Ervin fejjel. Kéz. Sárgát ad neki, ami
jelentős botorság, mert Henrehen kapja. Igaz, a szabálykönyve szándékos kezezésről ezt írja, de mondjuk egy olyan esetben gondolom inkább szigorúbb az eljárás, ha azzal megakadályoz egy támadást. Tehát pont fordítva volt, egyszer nem érte el. Kovács Ervin, Negrau, Kovács Ervin, újra Negrau ugorhatna. Pisont, rossz helyre, elbújt Vince, vissza lehet szerezni úgy. Bérci rosszul veszi le. Új labdát hozhatnak lassan, mert majdnem kirúgta meg ki a stadionból. Szűk 10 perc a hátra, mint tetszenek látni, és a Dundalk vezet. Pisont. Újabb dobás. Mondhatni, amerre állnak. Rúgják, de hát kivethet rájuk követ. Csehi. Föltartás. Újra kim van majdnem a stadionba. Mindig kézzel is, lábbal is. Vince megy oda. Pisont is ott van, így aztán nagyon nehéz, ez teljesen felesleges volt ez a megoldás. Jön be a labda, rúgják kifelé, már is lehet dobni. Visszateszi vissza, újra az övé, Pisont kapja, Bérci, körömpassz, rossz kényszerítő, Marozsán, egy ideje nem is láttuk, Pisont, Negrau, rossz lövés. Erre onnan, gyere onnan. Harminchét perce folyik a játék, 1-0-ás írvezetés, ráérős írek. Kovács Ervin fordul. Bérci. Csepregi újra Kovácstól. Pisont. Szabad rugás az íreknek, jogosan. Bérci szabálytalankodott. Kol rúgja, ha majd rúgja. Pisonthoz került. Csepregi. Negrau. Elől fejeli el Murphy. McEvoy a gólszerző nyúlt hozzá. Lól ezt tette tovább. Csábi. Shelley. Lókai, le kéne venni valakinek már. Bérci. Lassú az akció, megint betömöríti az ellenfelet. Csehi indít. Kovács Ervin, Vince. Kirugás. Lesz itt munka a második fél időre, ahogy nézem. Bérci fejelt, Csehitől Pisantig. Csábi, Kovács, minden középütt, Negrau, mintha Marozsán nem is lenne a pályán. Henrehen szerelik, dobhat a Honvéd, gyorsan, gyorsan, kispestiek, Negrau kapja,
Murphy mellette. Jó lesz, Marozsán törbe. Hosszan, szöglet, lát, várható volt. A keresztező Kol. Hosszan tette maga elé Marozsán. Szöglet már számlálatlanul jönnek a szögletek. Háromszál ír legény lobogtatott zászlót a sarokban. Vince szöglete, Pisont engedi tovább, nincs ott senki meg. Brady. Csepreg igyekszik visszajuttatni. Meki. Blókai. Kovács Ervin, szép volt. Ez is jó lehet. Blókai elrontotta, jobbra indíthatta volna. Ehelyett maga próbálkozott. Csábi. Bum. Hát nem egy világverő ellenfél vezet itt 1-0-ra, úgyhogy a dolgot még ez is súlyosbítja némiképpen. Vince indul. Tehát ilyenkor már nagyon nehéz, mondom, a görcs, hogy gyerünk most már egyenlő, úgyhogy újabb szöglet. Fejjel nehéz lesz ott. Mirci, Negrau, Csábi, Marozsán, Marozsán még. Hoppá, kifelé kanyarodott a labda. Az a mulatságos, bár nagyon nem lehet mulatni rajta, hogy a Honvéd játszik egyfajta angol stílust, ívelik befelé a labdákat, ívelgetik, nem csak szögletből, hanem egyébként is, és ezzel nincs mit kezdeni. 4 méteres védőket lefejelni, mozogni kéne sokat, és sokkal fürgébbek a Honvéd játékosai. Még Nalti küldi be, itt van megint a gólhelyzet, még szerencsé, hogy beért a Csábi. A 43. perc első félidő, 1-0 Dundalk javára, Blókai, megint nincs mozgás, középre be, rossz helyre tetejébe. Én nem is értem, már mi nem lehet a széleket foglalkoztatni. Pisont, ő is befele indul. Visszakapta, még ez a szerencse. Vincének a kezére pattan, még mi történhet? Tóth Kálmán nem hisz a szemének. Meki. Dobhat. Nalti. Másfél perc van hátra a rendes játékidőből az első félidőben. Csábi jelentkezik, kéri, lassan már könyörgi, nem lát idáig talán a túlsó oldalról Bérci. Megnyílt ki óriási igyekezettel, még Lawless-t is elsodorta. Aztán eládigál, itt aki árulja a labdát. Hűha, hűha! Undorral dobja el, közvetett szabadrugás a 16-oson belülről.